Csütörtökön délelőtt sokan sütkéreztek a padon fagyizás közben a zavartalan napsütésben Szabadka belvárosában. A júniusi szokatlanul esős idő, amely helyenként akár 200 liter csapadékot is eredményezett, júliusban is folytatódott. Így az idén a valódi nyarat kedvelők csak 20 igazán forró napot élvezhettek eddig. A hétvégéig még változékony, helyenként záporos, zivataros időt jósolnak, de az előrejelzések szerint a következő héttől valódi kánikula köszönt majd be. A napokban továbbra is változékony lesz az időjárás, de jövő héten beköszönt a kánikula. A hőmérő higanyszála akár a 35 Celsius fokot is elérheti. A Dél-Szerbiában pusztított erős esőzésekről Kovács Géza meteorológus elmondta, hogy azokat hideg légörvények okozták. Ezekre a továbbiakban is számítani kell Szerbiában, de arra figyelmeztetett, annak ellenére, hogy a napot sokszor felhők takarják, annak UV-sugárzása elérheti a magas szintet. Megváltoztak a légköri képződmények, ugyanis az óceánról áramló légtömegek messze elkerülnek bennünket, ezért ritkább a déli szél. Ha figyelik, állandóan halljuk, hogy északnyugati, északi, északkeleti. Tehát az egész nyár gyakorlatilag északias légáramlatok határozták meg, természetesen akkor a hőmérsékletek is elmaradnak, illetve hát a hosszú, több éves átlagnak megfelelő hőmérséklet idő van. Elmondása szerint a napfoltok, a nap geomágneses tevékenysége nincs bizonyított hatással a napi időjárásunkra, bár azok erősítik a ciklonképződéseket, tette hozzá.